megemlékezést tartottak a Mártírok napja alkalmából július első vasárnapján a Hévízi holokauszt emlékműnél. 2000 óta minden évben a keszthelyi gettóból elhurcolt hévízi zsidópolgárokra emlékeznek az Immanuel Magyar Izraeli Baráti Társaság szervezésében. Az eseményen az alaegerszegi és a keszthelyi zsidó hitközség vezetői és az Immanuel Magyar Izraeli Baráti Társaság tagjai vettek részt. A társaság elnöke emlékbeszédében emlékeztetett arra, a térség összegyűjtött zsidóinak 1944. június 20-án hajnal 4 órakor kellett elhagyniuk a keszthelyi gettót, innen Zalaegerszegre, az András Hidai téglagyárba hurcolták őket. Innen szállították a több ezer zalai zsidó embert július 5-én Auschwitzba. Július 7-e, 8-a között éjszaka futottak be, ahol a rámpára kiszállított zsidóknak, zömében, nőknek, idős férfiaknak, nagymamáknak, kisgyerekeknek a tömegét, tehát a beérkezetteknek a 9/10-ét azonnal vitték a gázba, és hát egy nagyon-nagyon kis töredék menekült meg. Tehát erre a tragikus eseményre is emlékezünk, de egyúttal arra is, hogy mindig van maradék, a magyar zsidóságnak is volt maradéka. A II. Világháború alatt a koncentrációs táborokban több mint 900 keszthelyjárási zsidót gázosítottak el, köztük a hévízi gyógyászat egyik kiemelkedő alakját, dr. Schulhoff Vilmost is. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél, valamint a zsidó hagyományoknak megfelelően a természetben érintetlen kövekkel is díszítették a holokauszt emlékművet, ezzel tisztelegve az elhunyt zsidó polgárok emléke előtt.